Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép a Debrecen Televízió közéleti műsora. Néhány nap és augusztus 12-én csütörtökön elkezdődik az idei virágkarneváli programsorozat. A kulturális programok sora várja tehát már a héten, ezen a héten az érdeklődőket. Kiállítások, színi és táncelőadások, koncertek, kézműves vásár, humorest, Galiba gyermekfesztivál, és még sokáig lehetne sorolni a kínálatot. Nagyon színes két hét előtt. Elé néz Debrecen. A programokról kérdezem a vendégemet, Herz Vilmost, aki a Főnix rendezvényszervezőnek a kulturális menedzsere. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Tehát tényleg pár nap és eldördül a startpisztoly, viszont nem karneváli hétről beszélünk, nem csak szigorúan a karneválra, már karnevál 10 napról beszélgetünk. Így van, ez a karnevál életében egy olyan mérföldkő, ahol már most 10 napról beszélünk, ugye augusztus 12-től 22-ig várjuk az ide látogatókat Debrecenben, ugye mi is nagyon izgulunk, nagyon készülünk, és több száz program várja itt ugye a kedves ide látogatókat. Ahogy említette is, ugye nagyon fontos, hogy ez egy összművészeti kulturális fesztivál lesz, ahol mindenkit szeretnénk kiszolgálni, a kicsiket, a nagyokat, idősebbeket, középkorúakat. Remélem, hogy ezekben a programokban mindenki megtalálja majd a magának legkedvesebbet, vagy akár többet is. Akkor nézzük, csütörtökön mivel is tartunk? Csütörtökön már ugye több program indul párhuzamosan, ha valaki már most kilátogat ugye a Kossuth tér, akkor láthatja, hogy épül a Csíksomlyói Passió díszlete, de augusztus 12-én a Hagyományok Háza hálózat 20 éves jubileumát és az Állami Népi Együttes 70 éves jubileumát ünnepli a szabadtéri színpadon. Ezzel egy időben ugye már egy rózsaültetéses ceremónia lesz Bojte Csaba testvérrel, ahol megint szívesen várunk mindenkit a Székelyek partjába. Ez egy olyan gesztus, ahol minden virágkarnevál kezdetekor megemlékezünk az elszakított országrészekről, várjuk ide látogató kedves vendégeinket, és mindig egy-egy rózsatövet elültetünk. Most ez egy kicsit több lesz az idén, 40-50 rózsatő lesz elültetve a Székelyek parkjába, ezzel is szimbolizálva az összetartozást a Kárpát-medencében. Hát egy ilyen nagyon erős kezdés az első napon, viszont egy lapozgattam programokat, nagyon sok minden tekintetben a kiállításokra vonatkozóan, a zenére vonatkozóan, a táncelőadásra vagy színelőadásokra vonatkozóan nagyon erősen érződik a népi jelleg. Így van, abszolút. Ugye egy hosszú pandémiás időszakon vagyunk túl, és ugye azt gondoltuk, hogy mindig egy kicsit visszanyúlunk a gyökerekhez, a nép hogyan dolgozta fel ezeket a helyzeteket. Itt ugye a Csíksomlyói Passió, az Állami Népi Együttes műsora, vagy egy olyan példás összefogás, mint a Mennyegző című műsorhoz, ahol a Kárpát-medence legszebb lakodalmi szokásait fogja feleleveníteni 6 tánc együttes 250 táncossal. Ez egy szenzációs premier lesz itt Debrecenben augusztus 19-én, és tényleg a Kárpát-medence legszebb mennyasszonyi viseleteit láthatják az ide látogatók. Készülünk majd egy pici lakodalmi felvonulással is, és gyönyörű zenéket, viseleteket láthat, aki ide látogat. És egy olyan nagy színpadi produkciót, aminek ugye túl vagyunk már az első próbáin, és tényleg szemedgyönyörködtető, mikor ugye 250 fiatal táncolja a Kárpát-medence legszebb táncait, és a viseletek gyönyörűek, a zene valami monumentális, ugye Pál István Szalonna állította össze a zenei anyagot, és közel is működik az előadásban, úgyhogy ez is egy igazi dolog lesz. Igen, erős a népi vonal, de szerintem mindenkinek tetszeni fog ez a fajta megjelenés. Na, de persze lesz könnyed is. Abszolút. Humorest. Ó, igen. Hogyha nézegetik. Igen. Vagy nagyon sokféle jazz koncerttől elkezdve, egészen sok minden lesz. Na, de ne feledkezzünk meg arról mégis a mi lényege. Hát a virágkocsik is készülnek. Így van. A virágkocsik is készülnek. Ugye az idén annyiban lesz rendhagyó 13 virágkocsi, virágkompozíció készül, és hogy statikusan lesznek kiállítva. Ugye a Nagy Erdei Stadion északi rendezvény terétől indulva a körútnak azon szakaszán lesznek megtekinthető a virágkocsik, reggel 9 órától teljesen estig megnézhetők itt a virágkocsik, és nagyon érdekes még az, hogy itt ezek a virágkocsi kiállítás közben, ugye Debrecen együttesei, táncosai folyamatosan flashmobokat fognak adni, Táncol a város címen, úgyhogy láthatja mindenki a táncosait újra. Mindenki készül nagyon, ha még maga a
klasszikus felvonulás nem is, de egy kicsi karneváli hangulatot ide tudunk csempészni majd a stadion északi rendezvényteréhez és a körútra. És ne feledkezzünk meg arról, hogyha már ilyen kis fesztivál hangulat, de hát a Galiba sem marad el a gyerekeknek a fesztivál. Igen, igen. Jubilál a Galiba fesztivál is. Pont a kolléganővel beszélgettük, hogy az a gyermek, aki az első Galibán fellépett, ugye most már ez a 10. Galiba fesztivál, az már most ifjúsági korú, vagy már kamasz, vagy már ugye olyan pozíciót tölt be ugye a karneválban, hogy csoportkísérő lehetett, de még az első Galibán ugye fellépett, vagy kompozíciót készített, úgyhogy nagyon érdekes, ugye, hogy 10 év eltelt a Galiba fesztivál életében is, és szépen fejlődött. Ez is, ha nézzük, Magyarország egyik leghosszabb gyermekfesztiváljára, és nagyon büszkék vagyunk, hogy most augusztus 15-től 22-ig a Nagyerdei Kultúrparkban, a Vidám Parkban, számos program várja, 80 közreműködő, 180 program várja csak a Vidám Parkba a gyerekeket és a fiatalokat, úgyhogy ez is egy egyedülálló programfolyam lesz itt a karneváli héten belül. Ugyanakkor nagyon sok és nagyon szép és színes kiállítással is várják a látogatókat. Így van. Leszek ezek? A Költségi Központban ugye már most is látható gyönyörű kiállítás, 64 vármegyéből látható alkotások, monumentális festőtáblákon, monumentális képek, úgyhogy én mindenkinek javaslom, hogy már most látogasson el a Költségi Központban, és ezeket nézze meg, de lesz ugye a sajtófotó kiállítás is, ami ugye kikerül most a főtérre, tehát ugye, és a Dózsa Nádor térre, tehát nagyon érdekesek lesznek ezek a dolgok, és hogy egy kicsit próbáljuk az embereket a tereken úgy mozgósítani, ugye, ami erre most nem volt példa a pandémia idő alatt, hogy jöjjenek bátran és nézzék meg most nyitott terekbe is ezeket a kiállításokat. Na most, hogyha beszéltünk a látogatókról, milyen látogatószámmal számolnak? Ugye nagyon sokan várják, nagyon sok levelet kapunk, hogy milyen körülmények között látogathatók ezek a rendezvények. Ugye a mostani kormányrendelet szerint ugye augusztus 18 és 22-e között már védettségigazolvány nélkül is látogathatók lesznek a rendezvények. Az addig eltelt időszakban, ugye még 12-től 18-ig különböző pontokon ott védettségigazolványt majd ellenőrizni fogjuk, de 18-tól ugye a Szent István naphoz kapcsolódó rendezvények védettségigazolvány nélkül is látogathatók. Mi nagyon várjuk, hogy megmozdul újra a város, megmozdul a régió. Ugye nagyon sokan érdeklődnek határon túlról, Párciumból, Erdélyből, hogy jönnének és megtekintenék a mostani világkarnevált. Aztán 20-án nem ér véget, még lesz 2 nap, 20-án azért lesz még egy éjszakai felvonulás. Így van, lesz egy éjszakai biciklis felvonulás, amire nagyon várunk mindenkit. Nagyon sokan regisztráltak már, egy héttel ezelőtt elérte a 2000 biciklis, kivilágított biciklis jelentkezőt. Ugye most ez tovább ment már ez a szám, úgyhogy biztos nagyon szép lesz ez a felvonulás is. Tavaly is gyönyörű látvány nyújtott, ugye sok kis filmben látható, hogy bevágják még országos sajtóba is ezt az egyedülálló kezdeményezést. És utána is még ugye Debrecenben is folytatódik a virágkarnevál, de ha itt lehet még reklámozni, ugye a Főnix rendezvény szervező a Hortobágyi Hidivásár, Lovasnapok és Gulyás versenyben is segítkezik, hogy úgymond program ajánlónkat oda is kivisszük, és programjainkat kivisszük oda is, és segítjük az ottani rendezvényeket, tehát ha valaki oda is el szeretne látogatni, akkor szeretettel várjuk 21-22-én még a Hortobágyra is. Tehát az záró program már nem Debrecenben, hanem Hortobágya. Mindenhol párhuzamosan, tehát egyszerre több helyszínen is jelen vagyunk. Mi a záró program? Záró program ugye többféle dologból ugye lehet választani. Ha ki akarnék emelni valamit, akkor mindenképpen én hát megint a népi vonalt emelném ki. Én szeretném ugye mindenkinek a Csíkzenekar augusztus 20-ai nagy koncertjét ajánlani, ami a szabadtéri színpadon lesz. Hát kívánom, hogy nagyon sok látogató legyen, nagyon jó idő legyen, és hát fergeteges hangulat egész Debrecenben. Köszönöm, hogy fogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást.